Az újbudai székhelyű H1 Systems mérnöki szolgáltató Kft. A közelmúltban egy korszerű hőkamerás beléptető rendszert adományozott a Szent Kristóf szakrendelőnek. Az új biztonsági rendszer segítségével a zavartalan és gyors beléptetéshez mindössze egy ember munkája is elegendő a korábbi néggyel szemben. Nagyon örülünk annak, hogy négy ember helyett most egy ember tudja megoldani azt a feladatot, hogy ellenőrizzük a rendelőintézetbe belépőket. Végtelenül hálások vagyunk, hiszen az előző, az első hullám alkalmával mintegy 38 millió forint értékben járultak hozzá különböző cégek, különböző vállalkozások, hogy a védekezéshez szükséges eszközöket finanszírozni tudjuk. És természetesen végtelenül hálásak vagyunk Németh Mihálynak és csapatának, hogy ezzel az eszközzel három kollégának a munkáját váltotta ki, mert munka az van, higgyék el nekem, bőven, több is, mint időszakonként kellene, de hát olyan időszakot élünk, amikor ez, sajnos idézőjelben azt kell mondanom, természetes. A tapasztalatok szerint a kézi lázmérés amellett, hogy közeli kontaktussal jár, lassú és emiatt a nagy létszámú betegforgalom esetében nagyon nehezen kivitelezhető. Az évtizedek óta a kerületben működő cég felajánlásával ez a folyamat biztonságosabb és gyorsabb. Maga a hőkamera az egy abszolút új irány, egy új termékvonal. Ugye a Covid járvány, ez a járványhelyzet mindannyiunk életét megváltoztatta. A változás az, ami biztos, és talán nehezebbé is tette, különösen az olyan közintézményekét, mint egy rendelő, vagy egy iskola, vagy a kórházak. És itt nyilván elgondolkodtunk mi is azon, hogy mi a saját képességeinkkel, tudásunkkal hogyan tudunk ebben a helyzetben segíteni, és ezért indultunk el abba az irányba, hogy a termékportfóliónkban felvettük, illetve kifejlesztettük a beléptető rendszereknek olyan megoldását, ami a belépésnél automatikusan méri a belépő személynek a hőmérsékletét. És ez nem csak egy kamera, ez fontos tudni, hanem alapvetően az egy ilyen rendszer telepítésekor a teljes beléptetési folyamatot át kell gondolni, figyelembe véve a kamera képességét, tudását, hogy az minél megfelelőbb, minél pontosabb hőmérsékletet mérjen. A cég a 11. kerületben dolgozik, itt van a székhelyünk, mondhatjuk azt, hogy 11. kerületi lakosok vagyunk, a kollégáink itt dolgoznak, úgyhogy teljesen természetes volt számunkra, hogy egy ilyen helyzetben végig gondoljuk, hogy mivel tudunk segíteni, és azzal, amivel mi hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a környezetünk élete könnyebb legyen, azzal a közvetlen környezetünket, ami most a 11. kerület, az segítsük. Dr. Lehocki Péter, a szakrendelő főigazgatója kiemelte, amellett, hogy az új beléptetési forma felgyorsítja és könnyebbé teszi a munkát, biztonságosabb is a gyógyításban szolgálók számára. Hiszen a pandémia következtében az emberi erőforrások is a maximumon működnek. El kell mondjam, hogy sajnos minket se kimél a járvány, tehát most pillanatilag 25 kollégánk van otthon, vagy a közvetlen kontakt miatt, vagy hogy pozitív lett a tesztje, és 23-an viszont meggyógyultak. Úgyhogy nekünk nagyon kell vigyázni, mert ha mi is kiesünk, ki fog gyógyítani. Tehát épp ezért alapvető fontosságú, hogyha lehet, minél hamarabb kiszűrjük, aki beteg. Ugye régebben még azt is megcsináltuk, hogy nyilatkoztattuk a betegeket, de az annyira lelassította a bejutást, hogy az nem. Tehát ebbe óriási segítség az, hogy a hőkamera gyakorlatilag csipog, és figyelmeztet szóval is, hogyha bárki olyan magas hőmérséklettel jön be. Hát egyetlen egy dolog volt, amit kellett finomítanunk, hogy egy picit hosszabb bejárási útvonalat kellett biztosítani, amiatt át kellett települni, mert nem itt volt eredetileg, de most már azt gondolom, hogy működik, és ez nagyon jót tesz. Még gondolkodunk, ugye két fő bejáratunk van a gyereknél is. Szeretnénk, hogyha valamilyen szűrési lehetőség, ami elektronikus és automatikus szűrés, oda tudnánk helyezni, úgyhogy ezen még dolgozunk, különböző ajánlások vannak. És hát a másik rész, amit szeretnék kiemelni, ez a felajánlás.
Ugye tapsoltunk már, vagy tapsoltak az egészségügynek minden. Volt már az első időben is kaptunk maszkokat, egyéb felajánlásokat kerületi cégektől, hadd köszönjem meg nekik ezen az úton is. Talán ez az egyik legnagyobb felajánlás, amit kaptunk egyébként, és az egyik leghasznosabb is, azt kell mondjam. Hát jelenleg azért a pandémia alatt működtünk, de azért hozzá kell tennem, hogy volt olyan szakma, például a gyereksebészet, ahonnét az első etapban is kiestek kollégák, ott az idős koruk volt amiatt, de most is volt a fertőzés miatt, de az a szerencsénk, hogy akkor a többi kollega átvette a feladatot. Tehát azt kell mondjam, hogy nem kényszerültünk egyelőre arra, hogy elküldjünk más helyre betegeket. Tehát annyira ki van számolva, ugye plusz embereink nincsenek, tehát végig kell gondolni, és gondolom nem egyszerű a kormány dolga sem, de azért ezt úgy kell végig gondolni, hogy az alapellátás és járóbetegellátásból, ha kivesszük a szűrést, az egyből rá fog dőlni a kórházra, ami egyébként is túlterhelt már ugyanúgy, mint ahogy itt nálunk is a kollégáim. Most azt vettük észre, hogy a betegforgalom csökkent, tehát az emberek közül egyre többen csak akkor jönnek már a rendelőbe, nagyon helyesen egyébként, hogyha szükségük van rá. Mi is időközben igyekeztünk arra, hogy próbáljunk segíteni, mert meg kell mondjam, hogy ugye sokan panaszkodtak azzal, hogy nem tudják felhívni a rendelőt. Egy régi típusú telefonközpontunk volt, van, de már megrendelés alá került a digitális telefonközpont, amit remélem 2 héten belül itt lesz. Én hagyj kérjem meg ezúton is a lakosságot egy pici türelemre, be fogjuk szerezni, és a digitális központ az nem csak csiribiri, hanem sokkal nagyobb kapacitású lesz, illetőleg kulturáltabb, és ezzel szeretném az informatikai rendszerünket is kicseréltünk, azt is elérni, hogy a betegeket arra is figyelmeztesse, hogy ha hozzánk időpontra kell bejönni, akkor előtte 1 nappal, illetőleg 2 nappal figyelmezteti majd arra, hogy ne tessék elfelejteni, vagy ha már máshova elment, könyörgöm, szóljanak be, mert akkor más beteget tudunk behívni, és ezzel is csökkenteni a várakozást, mert ez az egyik legfontosabb célunk. A szakemberek tehát mindent elkövetnek a kerületben lakók biztonsága és egészsége érdekében. És minden nemű támogatás, amely az Új Budán működő vállalkozások felől érkezik, még hatékonyabbá tudja tenni a munkát.